Lankó János vagyok, a Dombóvári mentőállomás egyik mentőtisztje. Boxiológiával foglalkozom, ez sürgősségi betegellátást jelent. Én Dombóváron lakom, feleségemmel Erikával. Gyermekeink felnőttek, valamennyien családban élnek. 6 unokával büszkélkedhetünk. Kurdról származom, 1978-ban érettségiztem Esztergomban a Ferenceseknél. Ez az intézmény finoman szólva nem volt a szívecsücske a hatalomnak, talán ezért sem nem vettek fő egyetemre. Munkát kellett keresnem. A véletlenek összjátéka vagy talán a gondviselés terelt ide a mentőkhöz. Itt két dolog ragadott meg. Egyik az, hogy a kor hivatalos megszólítás az elvtárs volt, ezzel szemben itt bajtársnak hívták egymást az emberek. Ez egy egymásra utaltságot, összetartozást is kifejezett. A másik dolog, ami mélyen megérintett, az az, hogy ide a mentőkhöz nem munkába dolgozni jártak az emberek, hanem szolgálatba. Szolgálni a bajba jutott embert. Elvégeztem az általános ápoló és asszisztenst, a mentőszakápolói tanfolyamokat, a mentőtiszti főiskolát és mentőtiszt lettem. Abban az időben csak néhányan voltunk Tolna megyében mentőtisztek, ezért az úgynevezett esetszolgálat csak korlátozottan működött. Tamásiba helyeztek, majd onnét néhány év múlva visszakerültem Dombovárra. Itt ennek az esetszolgálatnak az időbeni kiterjesztésén munkálkodtam. Jó időben, jó helyen lenni, néhányszor megadatott egyensúlyos balesethez, vagy újraélesztéses szituációhoz, oda-oda kerültem munkaidőn kívül is. Mindenkit érhet baleset, ugye ez a régi szlogenje a mentőknek, és hát ez valóban így van, és nem csak mindig másokkal, velünk mentőkkel is előfordul. Én is voltam súlyos sérült balesetben mentőre várva. Most a jelen mentőszolgálatának nem elvitatható azon törekvése, hogy minden bajba jutott ember megfelelő szintű ellátáshoz juthasson, helytől, időtől függetlenül. Az úgynevezett kiégés, vagy annak lehetőségének a réme minket is fenyeget. Nekem ennek megelőzésében az Istenben való hitem a bázis. Csalódásainkat, kudarcainkat, de a sikereinket is fel kell tudnunk dolgozni. Nem hordozhatjuk mindennek a terhét, de a tanulságait megszívlelve be kell építeni tevékenységünkben. És meglepődve hallottam, hogy ezt az elismerést a személyemnek szánták. Az eddig elmondottakból talán kitűnik, hogy a mi munkánk az egy csapatmunka. Ezért úgy gondolom, hogy ez az elismerés a személyemen keresztül az egész dombovári mentőkollektívát érinti. Mentőgépkocsi vezetőket, mentőápolókat, mentőtiszteket egyaránt. Ezért ezt a megtisztelő elismerést, a Tolna megye közszolgálatáért díjat jó szívvel fogadom, és nagy tisztelettel köszönöm meg. És kérem a Tolna megyeieket, hogy vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra, különösen járvány idején, mert higgyék el, hogy mindenkire személy szerint szükség van. Azért 43 éve csinálom ezt már, tehát nem most kezdtem, és hát remélhetőleg még néhány évig tudom csinálni.